A Műemlékvédelem a gyakorlatban címmel szervezett konferenciát a Gernyeszegi Teleki Kastély Egyesület. Ezen a Gernyeszegi Nyári Egyetem keretében végzett felmérés és falkutatás eredményeiről esett szó, majd a műemlékvédelem általános helyzetét vizsgálták. A Gernyeszegi Teleki Kastély felújításán, karbantartásán és a turisztikai forgalomba való bevonásán fáradozó Teleki Kastély Egyesület elnöke Gróf Teleki Kálmán azt mondja, bár 2011 óta sokat javult a helyzet, még nem találták meg a kastély pontos helyét a 21. században. Úgy látja, a helyi lakosság még mindig nem érzi át ennek az erőfeszítésnek a fontosságát. A műemlékek úgy általában csak mennek tönkre tulajdonképpen. A legtöbb műemléknek a védelme egyáltalán nincsen megbiztosítva. Sajnos a kommunizmusból maradt reflexek eléggé megvannak a népességben, tehát továbbra is hordjuk, amit elhordhatunk. A Romániai Építészek Rendje Erdélyi Fiókjának elnöke Gutman Szabolcs beszámolt a nyári táborban elvégzett munkáról és eredményekről. Úgy értékelte, a műemlékvédelem ügyén sokat segítenek a gernyeszegi esethez kapcsolódó alulról jövő kezdeményezések, valamint az európai és norvég alapok. A belföldi költségvetés hozzájárulása elenyésző. És robbanásszerű változásnak kell eljönni ahhoz, hogy ugye a legalább 2%-ot adakozzon a közpénz a évi bevételekből műemlékek és műemlék értékes területek felújítására, mert így ugye tudjuk, hogy 0,05%-kal Bulgária után vagyunk a sorban. A konferencia során egy bukaresti kutatócsoport az erdélyi kastélyok és kúriák gazdasági potenciáját elemezte a kulturális turizmus keretében.